Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök május 19-én csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! 4 napon keresztül vendégeskedik városunkban a gerlingeni delegáció. Tata történelmének meghatározó alakjait mutatja be a múzeum új kiállítása. A zene és a művészet állt a Tatai Kanapé májusi programjának középpontjában. Helyi tehetségek és országosan elismert együttesek is fellépnek a nyári lakban. Tatai és Gerlingen testvérvárosi kapcsolata idén ünnepli 35. évfordulóját. A jeles dátum apropójából a német küldöttség aktív időszakot tölt településünkön. A mai fogadást követően 2 meglepetés koncert is várta a vendégeket, amelyet az Eszterházy kastély látogatása és egy angol parki ebéd követett. A pandémia után idén újra fogadhatta a gerlingeni delegációt Tata. Ennek fontosságát és jelképét erősíti, hogy a 2 település éppen 35 éve vált testvérvárossá. Ezt egy többnapos programmal ünnepelték meg a vendégek. Meglepetéskoncertek, beszámolók, tárlatvezetés és közös szabadtéri ebéd is a rendezvény részét képezte. 35 éve, hogy Tata városa és Gerlingen testvérvárosi kapcsolatot kötött, sajnos ezt az ünneplést egy kicsit beárnyékolta a Covid, ezért szerényen készültünk rá, és egy nagyon kedves, több mint 30 tagú testület, közösség érkezett Gerlingenből, és 3 napig lesznek itt, illetve egy-egy zsámbékon töltenek egy napot. Szeretnénk megmutatni a várost, szeretnénk egy kicsit megmutatni, mi minden történt velünk az elmúlt időszakban. És hát a legfontosabb egyik ilyen újdonság az, hogy Gerlingennek új polgármestere van, Dirk Östringer úr, aki olyan fiatal, hogy csak pár hónapos volt, mikor ez a kapcsolat elindult. Ezért is nagy öröm, hogy ő is itt tud most lenni, és megismerhet bennünket közelebbről is. Nagyon sokaknak köszönhetünk sok mindent az elmúlt 35 esztendőben. Hálás köszönet az elődeimnek, polgármester társaimnak, természetesen a gerlingeni polgármestereknek, és mindenkinek, akinek része volt abban, hogy ez a kapcsolat megerősödjön. Talán Osgyáni Zsuzsa nevét hadd mondjam így külön is, aki a teljes időben ennek a testvérvárosi kapcsolatnak a főszervezője volt. Áberősödhet, és akiket megszeretünk, akikkel barátok vagyunk, azokkal egészen másképp tudunk viselkedni. És ez a kapcsolat még a szocializmusba köttetett, amikor Magyarország még varsói szerződés tagja volt, egy nyugat-német várossal köttetett kapcsolat, már rögtön ezt nagyon tudta erősíteni. A másik pedig a történelmi vonatkozása, hiszen Gerlingenbe, Stuttgart környékére nagyon sok magyar sváb családot telepítettek ki, II. Világháborút követően, és az ottani kitelepített magyar sváboknak egy külön közössége is létrejött, és így ennek az ébren tartásában, ennek a további segítésében, a Német Nemzetiségi Múzeumunkkal való együttműködésben, az ott élőkben is tovább tudjuk erősíteni azt, hogy sokaknak, akik ma ott élnek, az igazi ős hazájuk az Magyarország. Gerlingen jelenlegi polgármestere első alkalommal látogatott Tatára, aki úgy fogalmazott: a pandémia után gyakorlatilag egy újrakezdésről beszélünk, hiszen a különböző szervezetek és sportegyesületeknek a tagjait kell összehoznunk. A cél egy újra találkozás létrehozása, aminek a mai nap egy nagyon jó kezdete. Továbbá azt gondolja, hogy ha a Tatai és Gerlingeni Tanács tagjai folyamatosan beszélnek egymással és megosztják gondolataikat, abból nagyon sokat tudnak majd tanulni. Több mint 100 millió forint támogatást nyert a Kunidom Okos Múzeum, ezzel új állandó kiállítással bővül a Tatai vár, de a kutatási munkafolyamatokban is segítséget kapnak a szakemberek. A Magyar Géniusz program és a Petőfi 200 felhívások kiemelkedő sikereiről tartottak sajtótájékoztatót tegnap. A Kunidom Okos Múzeum nyerte a legnagyobb, 100 millió forintot is meghaladó támogatást, de a Tatabányai és a Komáromi Kulturális Intézmény is sikeres pályázatokat nyújtott be. A Magyar Géniusz és a Petőfi 200 felhívásoknak köszönhetően mind a 3 település új kiállítással gazdagodik, de a kutató munkákban is segítséget kapnak a szakemberek.
Tata egy összetett és állandó jellegű tárlattal várja a látogatókat, a tervek szerint november végén. Három nagy korszakot fogunk felülelni. Az első a 18. század lesz, hogy természetesen az Eszterháziakat nem tudjuk kihagyni, nem is akarjuk kihagyni, ahol a település megszervezés elindul az uradalom központjaként. Aztán a 19. század, amikor már a polgárosodás megjelenik. A zsidó közösségnek is, akár a Fischer családon keresztül is nemzetközi hírnévűvé válik a településünk, és azok a technológiai újítások is, amik megjelennek a nekik köszönhetően, nagy hírnevet hoznak számunkra, és aztán a harmadik nagy egység, az pedig a 20. század első fele, ahol elsősorban Magyari Zoltánt fogjuk körüljárni, akik egyrészt már kutatják az előző két századot, hogy keressék meg és bemutassák azokat az identitási pontokat, azokat a fontos és kiemelkedő személyeket, akik Tatát oda röpítették, ahol ma is található, és ezen keresztül megmutatni az ő szerepét is, és azt a tudományszervező szerepét is megjeleníteni, amivel mi, mint múzeum is el tudunk indulni. A múzeumok között zajló szakmai munkát és kapcsolatot erősíti, hogy bár külön intézményként pályáztak a támogatásokra, mégis közös koncepciót tartottak szem előtt. Ahogy kiírták a pályázatot, és igazából ahogy ez szóba került, azonnal úgy gondoltuk, hogy szeretnénk ezen a pályázaton indulni, és egyébként szinte már a legelején megkezdődött a kommunikáció a Komáromi és a Tatai Múzeummal, hogy egy közös koncepció mentén, de önállóan fog pályázni a három település. A Komáromi Klapka György Múzeum tárlata várhatóan 2023 elejétől lesz látogatható. Jászai Mari Díja színművészt és az írzenét népszerűsítő helyi együttes is a Tatai Kanapé vendége volt májusban. Ismét sokak érdeklődését felkeltette a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kezdeményezése. Legutóbb Csúlya Imre és a Shamrock zenekar volt Turci István beszélgető partnere. Ismét elfoglalta már jól ismert helyét Turci István a Tatai Kanapén. Májusban is folytatódott a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nagy sikerű kezdeményezése. A regisztrációs jegyek hamar az érdeklődők tulajdonába kerültek, hiszen igazán különleges vendégek színesítették a programot. Így Csúlya Imre érdemes és kiváló művész, aki lelkiismeretesen készült már a színpadra lépést megelőző órákban is. Ez mindenhol nagy öröm számomra, akár merre megyek az országba. Akár ilyen beszélgetős műsorral, akár az önálló estemmel, az Imi mondja egy verset cíművel. Na, nagyon szívélyes fogadtatásban vagyok részesítve a nézők részéről. Minden egyes városban. Tényleg egyszerűen azt érzem, hogy hála Istennek igény van a versekre, az, hogy színészeket lássanak. És nem csak magamról beszélek, hiszen rengeteg kollégámmal járom én is az országot, más műsorokkal, Cutor Zolival például, vagy a Csákányi Eszterék, vagy a Hámori Gabriella. Szóval nagyon szívesen fogadnak bennünket mindenhol ezekkel az irodalmi estekkel. És hát a beszélgetésekkel is. Éppen most beszéltük az Istvánnal, hogy tulajdonképpen 2-3 órát is tudnánk beszélgetni, hát hiszen vagyok annyi éves, hogy talán 2 órát is ki tudnánk tölteni. De hát az idő véges, viszont nagyon szép számmal gyűltek össze a nézők. A Tatai Kanapé célja, hogy az országosan elismert művészek mellett a helyi tehetségek is bemutatkozási lehetőséget kapjanak. A Shamrock zenekar szerencsére már nem ismeretlen a körzet közönségének. Szokás szerint változatos a kép. Éneklünk kocsmai nótát is, de lesz lírai Palotás Anna előadásában, különleges hangja van, nagyon szeretjük hallani. És van egy olyan versfordítás, amelyet Szakál Laca és Molnár Laca fognak előadni. Ez ritkán hallható a mi repertoárunkban, de szeretjük megmutatni, hogy ilyenre is képesek vagyunk. Viszonylag sok számot tudunk, játszunk. Örömmel vesszük, hogyha a közönségnek a szórakoztatására és örömére. Sikerült azt gondolom 3-at úgy kiválasztani, hogy illeni fog ehhez az estéhez, és valóban elérjük mindannyian a kitűzött célt, hogy sikeres, jó, egy órát töltünk együtt. A Tatai Kanapé egy sikeres pályázat részeként valósult meg, így idén még több alkalommal jelentkezik a rendezvény.
A tavalyi év sikerére való tekintettel az idei szezonban is koncertekkel színesíti az Angol Park programját az Eszterházi Zenés Nyárestek. A kezdeményezés a körzet feltörekvő tehetségeinek nyújt bemutatkozási lehetőséget, de országosan elismert formációk is színpadra lépnek az ingyenesen látogatható rendezvény részeként. Nem csak a madarak élénk csicsergése és a festői táj miatt hívogató az Angol Kert a jó idő beköszöntével. A tavalyi évhez hasonlóan idéni színes programokkal várja az érdeklődőket az Eszterházi nyári lak. A helyszín zenés kezdeményezése során havonta több koncert csendül fel a szabad téren. 2022-ben is folytatni szeretnénk az Eszterházi zenés nyáresték programsorozatot, amit tavaly nyáron tudtunk elindítani. Nagy volt az érdeklődés, és mindenképpen szerettük volna, hogy akkor ezt a nyarat is megtöltjük. Most már tényleg sok-sok érdekes zenei produkcióval. 9 programmal készülünk a nyár folyamán, május 6-ától szeptember 3-áig különféle zenei stílusban várjuk az érdeklődőket az Eszterházi nyári lak teraszára. Az első programunk május 6-án a Menner Bernát Zeneiskola növendékeinek volt a bemutatkozója. A következő alkalommal május 20-án fogjuk majd a Fazekas Iskola kodálykórusát meghallgatni, és utána nem csak a helyieknek adunk lehetőséget, hogy bemutatkozzanak, hanem hívtunk olyan fellépőket is, akik esetleg még nem ismertek Tatán. A következő alkalom, ami már júniusban lesz, a Kafuné zenekarnak lesz egy bemutatkozó koncertje. Ez egy újonnan alakult együttes, latin-amerikai muzsikát játszanak, portugál énekesnővel, úgyhogy igazán érdekes, kellemes hangulat lesz várható a kertben. A későbbiekben a Shamrock Tatai írzenekar fog jönni hozzánk, ők már mondhatjuk így visszajárók, hiszen tavaly is itt jártak nálunk. Július 22-én a Kultúrhakni, akik az irodalmi művek megzenésített változatát fogják bemutatni, színesíti a mi kis programunkat. Majd július végén megint egy különleges produkcióval készülünk, Bécsben élő szoprán művészünk fog egy chanson estet adni, egy duó keretében, Pell Zsubrics duó lesz a műsorra tűzve. Augusztusban kicsit a könnyű zenének adunk helyet, a Hello Pisti Akusztik augusztus 12-én, a Nagel Trio Jazz Estel pedig augusztus 27-én várja a kedves vendégeket. Záró produkcióként pedig egy picit a komoly zene felé megyünk el. Farkas András, az Operaház tenorja lesz a vendégünk szeptember 3-án, aki nápolyi dalokat fog énekelni gitárkísérettel. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon különleges egyedi este lesz. Mindenkit szeretettel várunk. Tekintettel arra, hogy az Eszterházi nyári lak teraszán mindössze 50 ülőhelyünk van, így kérjük, hogy mindenki, aki szeretné ezeket a programokat megnézni, regisztráljon a tataiangolkert@gmail.com e-mail címen. Természetesen a kertből is lehet ezeket a muzsikákat hallgatni padról sétálva, azokat a vendégeket is várjuk, akik csak bekukkantanának ezekre a zenés estekre. Az önkormányzat által vásárolt esővízgyűjtő tartályok kiosztására lehet pályázatot benyújtani, amelynek feltétele, hogy a pályázó vállalja az ingatlana előtti közterület rendben tartását 3 évig. A támogatási keretből 500 literes esővíz felfogására alkalmas tartályra lehet pályázni. Külön pályázati felhívás szól a lakosság és az intézmények számára pályázatot hirdetett, vissza nem térítendő környezetvédelmi támogatás elnyerésére. A Fellner Jakab emlékév programjában Fellner Jakab nyomában címmel szervez autóbuszos kirándulást június 18-án szombaton Környére, Kecskédre és Majkra a Fellner Jakab Kulturális Egyesület. Az egésznapos kirándulást Kövesdi Mónika művészettörténész vezeti. A programra jelentkezni lehet a Magyari Zoltán Művelődési Központban keddenként délelőtt 9 és 11 óra között. További információ a 0630 470 12 57-es telefonszámon kérhető. Következzenek csütörtök esti híreink, még egyszer röviden. 4 napon keresztül vendégeskedik városunkban a gerlingeni delegáció. Tata történelmének meghatározó alakjait mutatja be a múzeum új kiállítása. A zene és a művészet állt a Tatai Kanapé májusi programjának középpontjában.
Helyi tehetségek és országosan elismert együttesek is fellépnek a nyári lakban. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök május 19-én csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Közéleti Kerekasztal című műsorunkban a gerlingeni küldöttségről készült beszámolónkat láthatják, előtte pedig a körzet hírei következnek. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!